Sziasztok, ez lesz a pizzámnak a második része. Hát láthatjátok, a nagyon szépen megkelt, és most fogom kiformázni, egy egyszerű sajtos pizza lesz, úgyhogy mindjárt mutatom a folyamatot. Na hát láthatjátok, hogy itt van a pizza, mutasd a tálat, nézzétek, hozz közelebb. Ketté választottam, tehát ez az egyik fele. Ezt mindenki ahogy érzi. Remélem nem takarom a kezemmel a dolgot. Nem vagyok nagy szakértő, ezt is ahogy láttam. Olajos a kezem, mert itt nem fog tapadni. És a tepsi is egy kicsit olajos, hogy ne tapadjon le. Nyilván ki hogy szereti kisütni. A tepsi már egyébként, vagyis a sütő elő van melegítve. Én szeretem, hogyha vastagabb a tészta, a laktatóbb, a vékonyan sincs bajom. Ez valamikor kicsit máshol sikerül, így is úgy is össze fog egy kicsit ugrani, meg annyira nagy pizzát nem is akarok. Ezt nyilván lehet máshogy is formázni. Nekem ez most így lesz. Arra figyeljetek egyébként, hogy ne kelljen túl. Tehát úgy egy óra hossza, másfél, nekem is kb. Annyit kelt. Picit több se baj, de ne legyen annyira túlkelt. És most dolgokat nem sajnálva, teszek rá ketchupot. Bármit használhattok. Meg lehet csinálni a házi szószt is. Gyorsan elmondom, paradicsompüré, vagy paradicsomlé, teljesen mindegy, bocsánat, a felületét le fogom egy kicsit olajozni, hogy később száradjon ki. Nagyon picit, nincsen ecsetem, semmilyen kelőkém, úgyhogy én ezt már elég régóta kézzel csinálom, óvatosan kell a felületét lekenni, mert ha nagyon rányomjátok a kezeteket, akkor kimegy belőle a levegő, lelapítjátok, nem lesz annyira szép a tészta, egy kilapított tésztátok lesz, sütőbe se fog megkelni, tehát a sütőbe is ez még fog, azért szokott olyan szép vastag tészta lenni. Úgyhogy figyeljetek rá, ha valaki kézzel csinálná. És most fog rámenni a ketchup, és ott tartottam. Paradicsom sűrítményt is tudtok hígítani, nem kell nagyon. Ha szeretnétek egy olyan videót, akkor csinálok szívesen. Vagy ehhez viszont szerzek kanalat, egy pillanat. Pauz. Szóval, mielőtt még elkezdeném itt csinálni a dolgokat, folytatom azzal, hogy paradicsomlé is jó, teljesen mindegy, hogy mit vesztek, a paradicsomlevet nem kell hígítani, a paradicsom sűrítményt egy kicsit kell, nem nagyon, ki kell forralni, mert fel tudja vinni az ember savát sajnos, nem kötelező, kinek milyen a szervezete, oregano, bazsalikom, egy kis majoranna, minden tetszés szerint beletesztek cukor, érezni fogjátok az ízén, hogy nektek hogy megfelelő, rottyonjon, és kész van a házi szósz. Én most ehhez lusta voltam. Bevallom nektek, és én nem is szoktam annyira sokat így ketchupból se rátenni. Erre még kelleni fog majd is, mivel látszik, hogy ez már ugye fűszerezve is van. Sok dolgom nincsen vele. Olajos kézzel egy kicsit viccesebb a dolog. Úgyhogy teljesen rátok van bízva, hogy milyen pizzát csináltok. Én most a legegyszerűbb verziót szerettem volna, és én eleve az ilyet szeretem. Többféle sajtot is használhattok, kinek mi a ízlése. Mozzarellát is lehet, feta, gorgonzola, mindenféle, hát mondjuk pont ezért van négy sajtos pizza is, mert ugye bármilyet rátehettek. Most belementem, ups. Még egy picit szerintem teszek a ketchupból. Egy hongyányit.
És konkrétan most már csak a sütőbe fog bekerülni, mert nincsen vele több dolgom. És azért is szerettem volna egy ilyen videót is, hogy ne csak főtételek legyenek, hanem keltésztek, illetve esetleg sütik, harapnivalók, hogy legyenek is változatosság. Ha van valami észrevétel, kérdésetek, megjegyzésetek, nyugodtan. És most jön rá a sajt, amit már így bekészítettem. Egyszerű sajtról van szó, valamikor szoktam rá paradicsomot is karikázni, de most nagyon ebben a hangulatomban vagyok, hogy a legegyszerűbb verzió. Sajból se teszek rá olyan sokat, mert nekem így ez jó. Ti úgy csináljátok meg nyilván, ahogy szeretnétek. Itt tulajdonképpen most az egyszerűségre szerettem volna a hangsúlyt fektetni magamnak. És most már tényleg csak ennyi lesz a dolog, hogy sütőbe be. Hát, hogy a másik felében mit fogok csinálni, még nem tudom. Pauz. Na, és megy be a sütőbe. Én légeverésen szoktam sütni, a kenyeret nem. És szerintem egy ilyen 170 fok kezdetnek jó neki. Mutasd meg a sütőbe. Állítva léci. Tessék, ő lesz az. Mutatom majd a végeredményt. Pauz. Nos, hát elkészült a pizzánk, úgyhogy ezt most tálalom és kész. Jó étvágyat kívánok hozzá, és ha ti is megcsináltátok, akkor annak csak örülök. Iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha tetszett a videó, és további szép estét kívánok. Sziasztok!